Köszönöm szépen, elnök úr, gondolatai. Kicsit meglepett, ha úgy tetszik, de mégis kellemesen, ha úgy tetszik, mert nem beszéltünk előtte, hiszen nem találkozott a helyi ipartestület vezetősége felkérésére jöttem, de annál szívemhez közelebb álló, hiszen azért az elnök úr nem új barátunk, nem először találkozunk, és valóban én is egyetértek, nem a pártnak kell gazdasági programja, hogy legyen, hanem a gazdaságnak kell programja lenni, amelyből a párt a kormányzásra kerülve egy életképes gazdaságpolitikát tudnak készíteni. Ezért is tartom fontosnak, hogy ugye a héten már voltam egyszer békészentanuláson, de ez az ügy, nem is annyira a település, az is fontos, de az ügy, hogy egy kisvállalkozásokban iparosként dolgozó embereknek láthatjuk, hogy az elmúlt időszak, de a jelenlegi állapot is egy nem támogató környezet, egy ellenséges környezetben kell túlélniük a válságot. Ellentétben látunk nagyon sok példát a világban, ahol rég fölismerésre került, nem csak a válság, hanem egyébként is, hogy a gazdaság gerince a kis- és középvállalkozói kör, és ennek megfelelő támogatására, jól értelmezett arányos támogatására kell odafigyelni. Tehát ezért valóban köszönöm a program, illetve azokat a pontokba foglalt cselekvési szándékot, amelyet megfogalmazott a testület, hiszen ezekkel a lépésekkel tudunk szerintem másrészt azért a vállalkozóknak a programjához még egy dolog kell, amitől egy gazdaságpolitikai életképessé válik, ha ez az emberek számára is előnyt hoz. Az emberek számára pedig megélhetést, munkahelyet kell, hogy hozzon. És ez adja ki a gazdaságpolitikát. Hogy van a gazdaságnak egy programja, van a társadalomnak egy szükséglete, egy igénye, egy élni akarása, és a politikának, a kormányzati politikának, egyszerűen az ellenzék sosem tud gazdaságpolitikát csinálni, csak elképzeléseket, irányokat, kritikát tud megfogalmazni, hogy 8 év után módon adódhat ebben, hogy gazdaságpolitikának az alakításában résztvevőjeként valóban a új munkahelyek és nagyságrenddel új mennyiség új munkahelyek létrehozása és egy versenyképes kis- és közép gazdaság vállalkozói körnek az összhangját kell megteremteni, hiszen az nem vita, az nincs szakmai vitánk, hogy a jövő új 100 000, vagy mi ugye azt fogalmaztuk meg célként, hogy 1 millió munkahelyének az alapvető nagy többségében ez a szféra fogja tudni megteremteni, vagy ha ők nem tudják, akkor nem is fog létrejönni ez a többlet munkahely, amely egyébként az gazdaság, a magyar gazdaság egészének a gyógyulásához is vezethet, hiszen ma minden problémának az alapja, az idősek probléma, az egészségügy, az oktatás, a társadalmi szélsőségeknek a megjelenésének alapvető háttere az, hogy nincsen megfelelő megélhetés, nincs megfelelő munkahely, amely kellő produktív eredményt tud előállítani, teremteni, és ezáltal egy többlet jövedelem jön létre, forrás a fejlesztésekre, forrás a családok konszolidálására, és egyáltalán a településnek az élhetővé válásával.